Na, hangüsérés. Igen, van egy extra emotikonod, Zoli. Kicsikét még aktív a család. Na őszintén... Itt vannak az elsők, és kicsikét kételkednek abba, hogy a Twitch rendszeren keresztül pénzhez lehet jutni. Jó, nem az, hogy ebből akarok megélni, de ezt így külön megemlítem, hogy PayPal-on az maximális összeget kapom, és azonnal levehető. Csak is szeretném megmutatni. Amúgy nem kötelező, és tényleg köszönöm ezt a kevéskét csírt is, amit így adtok nekem. Azt mondja, hogy 76 csírt adtatok, és egyébként elég hosszú idő lesz, míg ez összegyűlik meg mindent, tehát a... Mindegy, van ez a rendszer. Amit most már így elolvastam. Azt mondja, a 100 dollár után kapok 99 dollár 50 centet. És... még az is belejön, hogy alapból minden egyes ilyen szolgáltatás, amit így vettek, tehát a csírelés, meg a sub, abból eredendően már 50%-ot levesz a Twitch. Tehát én csak 50%-ot kapok. Ellenben azért most itt kiemelem külön, hogy a PayPal az 100%. Legalábbis nem láttam ilyen minden nagy levonásokat. Ha már így benne vagyok ebbe a támogatott körbe, akkor így gondoltam meg említem, és közben hajótörősdit játszunk, és megpróbálom legyőzni abból ezúttal harmadjára. Igen, nem vagyok még partner, csak érdekelt vagyok. Reklám bevételt se kapok úgy, mint ahogy a mindenki más. Én tök a Twitch így megjeleníti külön, hogy neked itt ennyi és ennyi bevételforrási lehetőségből ennyi és ennyi van nekem, és... ja, így... jelzi, hogy nincs rása. Na mindegy, viszont akkor folytassuk már! Ennyi volt a szponzorációról való reklám, most már azért menjen a játék. Nem maradt el olyan sok mindenről. Tegnap meghaltam. Arról lemaradtál, viszont most már felkészülünk rendesen a bossra. Tehát van ez a tornádó lény, amelyik így szétveri a falakat, felszippant magába, szétszórja a tárgyamat, és engem is így ledob a földre, és így fél HP-sz pajzsal együtt. Szóval majd azt szeretném legyőzni, és már a bázisom is sokkal jobb lett, mint az előző próbálkozásokban, és egyre jobban túlélek itt is. Azt jó gyorsan tölt be. Ja, és egy ilyen kis... jó van, OBS-akat. Ja, meg megvan Chesternek a hajótörött verziója. Itt van, és egy ilyen csontot kellett megtalálni hozzá. És itt elkezdtem egy kicsikét gazdálkodni. Meg most ilyen obszidián baltát szereztem be. Szerintem itt a kert körül tisztítom a környéket. Meg szerintem téged is itten, akkor most már kiáslak. Most már inkább ilyen... hát ilyen homokos szigetre költözök. De direkt úgy, hogy közel legyenek az egyéb nyersanyagok, tehát a korallzátonyhoz vagyok közel. Tényleg most már tudok csinálni ellenszert, majd azt is kell csinálni. Ezt meg... jó, ezt meg úgy kéne elfogyasztani, hogy még zöld. Ó, és akkor csináltam egy ilyen tűzhelyet is, ez nagyon sokáig bírja, és... hát a szél se képes így elfújni. Az egy ilyen kis pelikán. Segít nekem így cipelni a dolgokat. A korall az mindenhez kell ebbe. Tehát először is az első és a legfontosabb, remélem már kikutattam, hogyha nem, akkor pedig kötelező. Nem,
Javán, nincs nálam a korral. Meg a hínár. Hínár? Hínárt lehet, hogy beraktam. Korral. Az kell. Ezt átrakom ide. Levelek is jönnek át ide, és... Korral, hínár... Azt szerintem beraktam a kajáslátába. Korral, hínár és a méreg. Aha, amit itt szereztem nemrégibe. És ebből készül az ellenszer. Ami így... megállítja a mérgezés folyamatát, ami... Itt konkrétan kinyír tégedet, hogyha nincsen ellenszered. Na, azt nem volt több hínárom. Reggel, ezt odaadom a disznónak, azt levadásztatom a társát, tehát itt konkrétan disznóval ölöm a disznót. Jól emlékszem, nem? Nem itt csináltam. Mindegy, az ellenszert is akkor így lerakom. Azt a... mutatom, hogy vannak... Most nem jelzi a térképen, de van egy ilyen tengeri mókusrája, amelyik rátfing egy ilyen zöldet, és akkor megbetegszel, és van a sárga pók, meg a, ami a harcos pók így feltűningolva, egy ilyen sárga szőrös pók, ami így rádugrik, és az is mérgez, ezen kívül a sárga kígyó is mérgez, tehát minden, ami sárgattól elfutunk, vagy különben meghalunk. Ja, beállítottam. Könnyedén be lehet állítani. Tudom, a kurzor. Ezt egyébként én magam készítettem. Általam készített kurzor típus. Most már panaszkodik, hogy kicsikét romlott a kaja. Mindegy, most már úgyis mindjárt felkanon a nap. Fogom és levadászom a disznót a disznóval. Na gyere, barátom! Na, hogyha ezt odaadom neki, akkor követ engem, olyan, mint hogyha húst adnék neki. És itt egyébként ezen a szigeten két disznó él, én pedig azt szoktam csinálni, hogy az egyiket itten megbékítem magammal, aztán megöletem a másikat. Tehát itt az egyik disznóval ölöm a másikat. Most fogom, rákattintottam, hogy támadás. És ilyenkor a barátom is így jön segíteni. Fogja... Jó, még messze van. Már... Oké. Mindjárt megtámadja. És így disznó versus disznó. Annyira vicces. És mindig egyszer csinálják. Jó, egyébként a győztes az ismeretlen. De lesz bőven jutalom nekem. Sok-sok hús, meg... meg a disznóbőr, hogyha adnak. Na, nem nehéz megváltoztatni a kurzort. Csak be kell rakni a kurzorok közé, aztán kiválasztani. Na, meg persze megfelelő típust. Jó, hát... Jó volt veled, disznópajtás. Jó szolgálatot tettél, és a bőröd is hasznos lesz. Az... És azt mondtam, hogy jó lesz. Azt mindig visszaállítom a térképet abba az irányba, amit megszoktam, könnyebb a tájékozódás. Na, azt, ezt kirakhatom majd száradni. Tényleg meg akkor útközben folyamatosan kell gyűjtögetni a füvet. A disznó trükkre? Nem tudom, ez olyan, mintha Weberrel a pókokat ölhetném pókkal. Szerintem nem világ megváltó taktika. Azt végre ott megszáradhatna a szörny hús, mert akkor ki tudom rakni a disznónak a húsát száradni. Na jó, meg még mindig jég a tűz. Hát, fullas árnyom, akkor felesleges. Jó, trágya van bőven.
füvet is most szereztem, akkor csinálok még egy farmot. Még egy párat, akik itt fognak sorakozni nekem. Fa kell még. A disznó ölés a disznó által. Szerintem... Nem tudom, lehet, hogy a sok Weaver után, de... Nekem már így adta magát. Egy, hát meg nem jön le az egyiket a másikkal. Aztán... Kicsikét azért baj, mert nem biztos, hogy itt lesznek, nem tudom máshogy felhasználni őket, viszont úgyis újra spawnolnak, szóval akkor már miért ne. Szia Zoli. Már ezzel kell köszönnöm. Várj. Egy. Szia Zoli. A fene. Jó van. Meg a... Ennyit arról, hogy a... telefonon tudom használni a Twitch-et. Jó, azt mondja, hogy ebből készül nekem itten arany. Várj. Jó, ez tengeri cucc. Ez is tengeri. Jó, és akkor ebből készítek aranyat. Na meg korral kell a limestone-hoz, és a limestone-al az... kellett mondjuk ehhez a kemencéhez is. Ez egy egészen jó pofa kis kemence. Tehát túlél esőt. Szelet meg mindent. Na jó, mi az, ami kéne? Villámhárítom van az esős időre. Pókháló fog kelleni, akkor irány a sziget. A másik sziget. Viszont úgy érzem, hogy... este nem a legjobb ötlet oda menni, szóval inkább megvárom a reggelt. Most is sokat elbeszéltem. Ezt majd kéne sok minden, hát először talán a madár csapta. Tényleg akkor kalitkát is kéne csinálnom. Ó, hazamegyek a... vagyis ide megyek a táboromhoz. Ezt megcsinálom a madár kalitkát előre. Még nem készítettem el, azt mondja, hogy ma kell. Kellett az arany, és kell a nád, hol a nád. Neked adtam a nádat? Nem, emlékszem, hogy gyűjtöttem rengeteg nádat. Az bambusz. Ja, itt a nád, jó van. Ja, látom, mindenki azt tolja. Frostpunk mindenhol. Azt mondja, hogy viszont akkor én meglátok és kutatok egy keveset. Azt mondja, hogy madárkalitkához. Csak két papír kellett. Én is játszanék vele, csak attól félek, hogy nem az, hogy nincs meg, el se bírná ez a gép. Na van, azt mondja, hogy... kevés lesz ez a levél. Na, most megettem a szörnyhúst. Szárítottat. Jó, még jó kóstatjaim. Kérek még egy kevéske... Jó, a hínál az meg fog romlani, szóval azt sütöm meg. Ez is így tölti a HP-mat. Az nagyon róla gondoltam. Ez milyen sok játék van, mindig jelennek meg a játékok. Azt az a poén, hogy vannak olyan régi játékok, amiket még most is előveszek. Bensége a Star Wars Jedi Akadémián gondolkodok. Nem akar felkelni a nap. Van nálam fákja.
Nem látom, hogy itt lenne a fákja, mindegy. Én viszont akkor neklátok, felmegyek a pókokhoz. Ja, új gép és csak régi játék. Hát nem tudom, hogyha lenne egy új gépen, minimum egy új játékot ráraknék. Tehát egy ilyen hű de magas igényest. Ki tudja, hogyha meg lenne egy God of War-t. Meg a szörfös, OP a szörfös. A Star Wars Jedi Academia, nem is tudom hányszor végigjátszottam, tehát nem volt semmi más a gépemen. És hát kicsi voltam, akkor még nem értettem annyira a játékokhoz, elkezdjük a Padawan szinten, és akkor sokszor meghalunk, aztán kicsikét jobbak leszünk, akkor Jedi Master, és akkor így tovább. Ja, meg folyamatosan teszteltem, hogy melyik build az, amelyik így nekem a legjobban bejön. Azt inkább a Sith képességeknél maradtam. És általában azért inkább a jó endinget választottam. Mert néha azért, amikor így tényleg így a legdurvább kihívást kerestem, akkor így a Jedi Master, és akkor így Sith lettem, csak mert akkor többen rám támadnak, és akkor az ilyen hű, de kemény nehézségi szint. Ó, közben meg ki tudja, lehet, hogy most látni fogjátok, de próbálom úgy csinálni, hogy ne jöjjenek elő a sárga pókok. Gyertek? Gyere. Ilyebb. Ki a hálóról. Ha a hálón támadom meg őket, akkor a harci pókok is előjönnek. Én a Republikkal nem játszottam. Csak Jedi Akadémia. Na, gyertek pókok, azt mondja, hogy ez lesz az utolsó adag, akkor most már nyugodtam. Ouch. De mondjuk arra azért oda kell figyelni, hogy a hálójukon azért nem vagyok elég gyors. Azt mondja, három háló, ez még kevés. Hol volt még pókfészek? Az a baj, ezen a szigeten csak egy volt. Az ott a kezdő sziget, erre talán körbenézek. És van még időm. Ó, gyere ide, pillangó. Meg tényleg, hogyha már itt vagyok, akkor levadászok egy párat. Gyertek ide, pillangócskák. Mondom, így áll, gyere. Nem, most nem látom a fától a pillangót. Jó, de nekem csak a Jedi Akadémia van meg. Az, ami így rajta volt, lehet a gépemen. Ó, még pillangó. Nem kicsit tök jó itt a trópusi pillangókat, mint hogyha könnyebb lenne levadászni. Na, van, gyere ide. Ennyi elég lesz. Azt, hogy kell megsütöm a szörnyhúst, aztán pillangóval meg visszatolom a HP-m. Azt mondja, hogy a pillangót neked adom, a gélt is. És inkább akkor kérem vissza a pillangót. Nem pakoltam ki a Pelikán Chesterből. Ah, meg persze a Jedi Akadémia az biztos elfut a gépemen. A Mandragóra akkor viszi le az épeszemet, hogyha ott ugrál konkrétan mellettem. Amúgy meg nem. Egy elég hasznos kis növényemként ajánlott inkább úgy sötétedés tájt kiszedni, mivel este azonnal elalszik. Ott is van sziget, remélem lesz rajta pók, vagy valami érdekesség. Igen, akkor elszanak. Viszont ha megeszed, akkor nem vagyok biztos, de szerintem akkor nem csökken az eszed. Akkor reggel. Azaz. Köszönj itt az új emotikonnál, az úgy is tetszett neki. Ó, még egy disznó. Ház.
Jó, itt viszont a helybeli disznót itt nem ölöm le. Az a baj, a disznók itt most keményebbek, mint a sima Don't Starve-ba. Ó, ne, a virágot nem akartam volna. Jó, gyertek ki, pókocskák! Gyere, itt vagyok a hálótokon. Jó, ide jó pokocska. Meghaltok. Kell a pókháló. Jó, és ahogy elnézem, nem is ilyen harcos pók. Ó, hogy van még egy pók. Azt nem mondta, hogy van még egy pókfészek. Vagy ténylegesen ennyi volt? Kinyitja a száját. Feneketlen üreg. Ja, több pókot öltem. Vagy ennyi volt? Na, már tudja a fene. Kovakő az nem fog kelleni. Megnézem azért a szigetet egy kicsit jobban, megvizsgálom. Szia, Felton! Ó, arany. Na, azt viszont ki... Hát ilyen pénzér, mert... De ebből tök készíteni aranyat. Mindenki szeret itt mindenkit. Azt helyből érből megeszem. Ahogy elnézem, ez a sziget is a klasszikus ilyen... Homokfa. Ennyi. De ezt azért kérem. És azért nem akarok meghalni. Most majd kell csinálnom egy tartalék fákját, mivel most már azért nem tart olyan sokáig az én. És most már tovább tart az éjszaka. Tehát az éjszakához képest... Köszönöm, Nai. Szinte már éreztem. Egyébként köszönöm és élvezd az emotikonodat. Van egy szép kis farkasod. Az... Gondolom, csak is az emotikon miatt csináltad. Na már. Ja, meg igen, itt szépen... igen, szépen gyűlnek itt az emberek. Na közben akkor én gyorsan legyártam a tartalékfákját. A váltás. Váltás műszak. És itt kifasztam itt a környéket, legalábbis így bokorok meg fűgyileg, mert... Most nem tudom, hogy este lehetne valami jobbat csinálni. Imádom. Köszönöm. Nem tudom, majd a dupla farkast kivenném így a nevéből, tehát majd lesz egy időszak, amíg nem lesz, lesz egy ilyen pár napig, valószínűleg akkor tervezem, amikor elmegyünk majd nyaralni, akkor nagyjából így nem lesz adás, és akkor annyira talán nem fog hiányozni az emotikon, és akkor majd így törlöm, mivel csak így lehet módosítani az emotikonokat, hogy törlöd és feltöltesz egy újat, az pedig egy ilyen pár napot igénybe fog venni. Sajnos. Ó, engem támogatni nem is gondoltam ilyenre. Egyébként tudom. Ja igen, meg a hús is gyűlik. A húst azt majd ugyanúgy a hatodika felé próbálom beüzemelni, de igazából aztán inkább a jobb gép, vagy nem tudom, hogy kéne beüzemelni rendesen azt a húsrendszert, mert... Jó, legalábbis tudom, működik, csak nincs kedvem mindig nyomogatni azt, tehát visszaigazolni, hogy oké, működjön, azt szeretném így automatikusan átcsinálni. Tehát, hogy tudod, hogy az a névadós, meg gombnyomós rendszert szeretnék itten. Az egyébként még most is gyűlik, tehát a húst azt lehet gyűjteni, csak a beváltása szűnt meg. Ó, közben jó terve a fűvel. Nem hittem volna ilyet, de a kis csaj túl sok füvet gyűjtött most össze. Thank you.
Igen, az. Közben... Ott mi van a víz alatt? Ja tényleg, megvan, mit akartam csinálni! Van még egy valami, amit meg akartam csinálni. Akartam ilyen... másfajta tengeri nyersanyagot gyűjteni. Azt mondja, hol volt? Van egy ilyen... tudom, ez a masina. Aha. Azt mondja, két kókusz kell, és igen, ezért is szedtem az elején nádat. Jó, akkor visszamegyek, szerzek egy kis korallt. Nem én, csak a kis csaj, meg néha benedvesedik. Néha egy kicsikét lakkant, meg egy kicsikét van, hogy szeles, meg van, hogy begombázik, meg... igen, szóval ez egy jó kis csaj. Gondterhes. Szerintem másfajta nem lehet. Az. A védelem az maximális. Szinte. Hát az a baj, mostanság ezért nem láttak el ide sokszor, nagy. Füves, nedves, gombás. Ja, meg a botok. Szereti a botokat is. Itt van már egy ilyen szép kis bot gyűjteménye. Kis... vizes, szeles csajszínak. Lehet, hogy ezért választom olyan sokat a Don't Starve-ba. Ó, tök. Hát, tök jó. Lehetne jobb is. Azt mondja, a makkel majd nekem. Azt mondja, kéne csinálni valami rendes kaját. És már úgy is kezd éhes lenni. Tényleg a felé. Javár. Persze az egyéb extra alapanyagokat kiveszem, meg most már kéne rendszerezni. Ön gyere, Pelikán barátom, pakolunk. Nem baj, tényleg én nem szögezek senkit ide. Még. Sajnos ebbe a hétben nem tudtam felbérelni a orrlövészemet, hogy rátok fogja a fegyvert, de talán a következőben igen. A csontokat kéne majd visszarakni, viszont kéne sütni egy keveset. Na, én megeszem a szörnyhúst. Igaz, viszi a statjaimat, de azt már spótlom valami normális kajával. Mondjuk... várj, van hínárom. Kérek egy pillangót. Kérek három hínárt, és kész a finom pillangópita. Itt a hínár úgy funkcionál, mint a... mint a bajó a simába. Szia, Tamaszet! Na, feltom, most köst fel a gatyádat. Három moderátor van itten. Plusz, hogyha beleszámítunk engem is, akkor négyen vagyunk. Ki, mi, hol? Miért nem kapok, mi? Várj. Tényleg, most így kíváncsiságban, hogy összeszámoltam magamban, hogy vajon mennyi pénzem is van, legalábbis így a Twitch-en belül. Na, pillangó muffin. Egy évezre lesz, mire megkapom azt rendesen. Nyami. Hát annyit nem töltött vissza, kéne valamit kutatni. Azt mondja, hogy inkább rakok a tűzre. Ezt azért szedtem ki. Útba volt, és akkor jó lesz a tűzre. Négy modi, az. Kókuszt kell szereznem, kókusz. Oké, ott van. Ezt nem kéne megenni. Jó, ne, nem szokott tölni csak. Ha nagyon muszáj.
Nyugi, hogyha nézitek a csatornámat, akkor nem fog megölni titeket, ezt garantálhatom. Ha nem, akkor nem biztos, hogy garantálom. Na, azt mondja, hogy kókusz, nád és limestone kellett, azaz korall. Na, akkor a korall az... Ja, az itt van nálam. Meg kéne majd egy újabb ládát csinálnom. Ott tényleg meg akkor a pókháló is kell. Na már nem, azt kérem ide. Mert akkor ki tudom kutatni a csapdát, a madár csapdát. Mondom, kutassuk ki. Mindig úgy rohannék. Jó, és akkor most már tudok szerezni madarat is. Jó, aztán, hát jó, ezt megsütem, és akkor jobb lesz. Na, inkább meg... Ja, nem érte meg. Azt mondja, hogy itt van a korall, abból készül a limestone, és kell nekem összesen... Ah, mennyi? Négy limestone kell csinálnom. Gloomerchester. Hát valami olyasmi. Jó, ezt be, ezt ki, és akkor végre ki tudom kutatni ezt a vackot is. Ezt majd csak a vízbe le lehet lerakni. Hát, hogy... Na, nem hagyjuk. Ugyanre nem csak még egyet le kéne helyezni előtte. Jó, kókuszt meg ide rakom. Na, mert hogyha ezt feltenem, akkor az is ugyanúgy funkcionál, mint a... kínár, meg a többi. Jó, akkor rajt azt berakom. Mi az, ami valószínűleg... Ja, a hínár se fog kelleni. Na, a hínáron állt. Ó, és beköszöntött a szeles idő. Ja, de jó, nekem minden esetre ezt a... eszközt, masinát azt lerakom. Ezt még mindig nem pakoltam ki belőled, Chester. Hát, nem tudom, az a baj, én is olyan sok játékot szeretnék végigpróbálni. Viszont, ja, már lehet, hogy lassan véleményezhetném őket is. Tehát mi az, amire így érdemesebb befektetni? Várj, hol volt ilyen, na, fekete folt a tizen, olyat kéne találnom. Oda rakhatom le ezt a masinát. (gül) 238. Mondjuk... Szerintem már több mint 1000 játékkal játszottam életembe. Jó, mondjuk amikor kicsi voltam, akkor így a netes böngészős játékokat végig pörgettem 1000-rel. Ha azokat is beleszámoljuk, akkor már 10 000. Nem tudom, de... tényleg... Valamikor... Ja, tényleg meg azt is akartam megnézni, hogy... Ja, igen. Don't Star. Például Don't Starot. Ja, hát van benne tartalom bőven. Na, akkor nem kell nekem választani. Tudod már, hogy mit akarsz. Legalábbis, ahogy elnézem, azok csokit, jó étvágyat. Tényleg hiányolom a Don't Starve-ból a csokit. Tényleg itt behozhatták volna ide a kakaóbabot. Babarékok? Ó, krokik jönnek. Jó, oda nem rakhatom le. Mit csinálnak azok a buborékok? Viszont, hogyha jönnek a krokik, akkor én elindulok vissza arra a szigetre. Mert én nem fogok velük itt megküzdeni a vizen. Dehogy, oda megyek a majmokhoz.
Közben, miközben olvasom a csetet, azért a hullámokra se állt odafigyelni. Előbb mondtam, hogy figyeljek a hullámokra, mert mindegy, a cset az elsődlegesebb. Az a baj, amikor így újonnan jön egy hullám, akkor arra nem tudok nem gyorsan reagálni, hogyha tényleg megosztom a figyelmen. Na. Ó, faktor jó. Nem tudom, ilyen... 20 óra alatt lőttem ki a rakétát? Azt itt mondja a játék, hogy 5 óra alatt, vagy mit tudom én, mekkora időt mondott, hogy lőjjem ki. Kroki! Na majmok vagytok! Jaj, ne, meg... Jó lenne, hogyha nem támadnák meg Chestert, Groomer, Pelikán Chestert. Na, itt van ez a fölény, őt támadjátok. Tessék, ó, majmok, tökéletes, a majomra támadj, a majomra. És hús! Ja, várj, persze a bölények ölik a majmokat, szokták néha. Te egy kicsit megpróbálom lerázni a népet. Ahogy hallom, ja, itt már rátámadtak. Ilyesen a Krokira. Az meg ott Groomer Chesteti. Groomer Chester Pelikánt. Gyere, gyere, kis házi állatkám, gyere. Jó van, hogy elnézem itt kis tankol, a kis házi állatkánk? Ó, fog, ide vele! Fog az elsődleges. Csináltuk újabb csapdákat. Közben, hogy elnézem, van ott egy kis hús, azt szeretném felvenni még mielőtt a majmok elvinnék. Jó, valamit vissza kell rakni a pelikámba. Akkor felveszem a húst is, valószínűleg itten a majmok meghaltak. Ja, egy kevéske majom meghalt itten. És akkor igen, este ilyenkor egy kicsiket bevadul itt a környék. Ezért volt itt ennyi kígyóbőr. Egyet vettem föl. Csak egyet. Na meg persze a majmok itt eldobálják a szaikat. Gyakorlatilag ezzel kergetnek el a területükről. Megrohad minden. Mindegy, a Krokiktól most megszabadultunk. És akkor itt az ideje visszamenni a tengerre. Ja, meg gépre. Hát én nem, főleg gépen játszok. Én nagyon hozzá szoktam a gépes felület, de már rá sem tudom képzelni, hogy egy olyan játékkal játszok, ami nem a gépen van. Viszont fákja az majd fog kelleni. Ha rám sötétedik, akkor az nem lesz vicces. Jó, meg itt vannak ezek! Ó, takarodjatok rossz irányba! Nem fújtok rám semmilyen zöld mérgező anyagot. Rossz ráják. Rossz magukus rája, takarodj! Na, tőlük félni kell, mert ők ismérteznek. Na, azt közben így fedezem fel a tengert. Ilyen fekete területeket bejárok, ahol még nem voltam. És akkor hát, ha úgy közben találok egy ilyen fekete foltot. A gépes felületen az irányítása egy kicsikét nem az igazi volt. Jó lett volna az, hogyha át lehetett volna állítani a Orinak az irányítását, mert konkrétan volt egy olyan rész, amikor folyton sokat kellett nyomni a shiftet, és akkor itt beragadó billentyű. Köszönöm. Ezt azzal csesztetett egy ideig a játék. A Windows. Nem a játék, mert nem a játékban volt beleírva, hogy szóljon, hogyha sokat nyomom. Az Ori az egy elég szép kis játék. A színvilága az valami csodálatos. A története is egészen jó, és egy ilyen platformer játék. Hoppá! Gyorsan egy fákját. Egy ilyen kis lénnyel ugrálgatsz, és aranyos, és cuki, és mindent elmondtam róla.
kettőn az lesz síros, ahogy én itt megnéztem. Az előzetes az úgy egyből belevágott, tehát így nem lacafacázott. Enként... elég drámai tud lenni a játék. Meg aranyos is, tehát közben azért van benne egy ilyen kis aranyos része is. Na gyereltek így, jó. Tehát tényleg a kis aria, ahogy így ugrál, az azért elég jó pofa látvány. Gombát is hazaviszem, nagy jó lesz. Hát, az intro az már kint van. Tehát most már még jobban várhatják az emberek. Már meg már semmit nem tudok hazavinni. Még egy kevéske fát talán. Nekem a tengert kéne felfedezni. Mondjuk egy... Szóval, hogy így... Játék közben egyébként oké, nagyon tetszett, de... Jóval kákán is csomót keresni mindenki tud, szóval ott is telt egy pár hibát, valami, ami úgy nem nyerte a tetszésemet. De így alapból azt mondom, hogy jó játék, mert olyan kis apróság volt tényleg, hogy azért már nem is emlékszek szinten rá. Tehát az a játék az jó. Ezt meg kellett volna jegyeznem, hogy hol vannak azok a pontok, ahol lerakhatnám ezt a gépet. Nem kapsz el hullám, legalábbis nem úgy, hogy rongáljad a hajómat. A szörvdeszkám, ami félig meddig hajóként funkcionál. Jó, egyelőre még csak a szeles téljen. Egy ilyen fekete pacáért járom a tengert. Jó, szerintem megyek lefele folyamatosan, és akkor jön a szél, akkor megyek el fölfele. Habár nem sokára nem ártana enni valamit. Itt oldalt. És így gyorsan. Jó, van lefele. Itt is egy sziget, ráadásul az enyémhez elég közel. Na, megnézem, mi van rajta, legalábbis átmegyek, azt gyorsan hazaugrok. Most már jó, a szörvdeszkát azt így viszem kézbe. Mi került a kezembe, ami miatt nem fér el? Már a fene mi? Rák fene. A szeles boss az ad egy tárgyat, amiből tudok csinálni ilyen motor meghajtású hajót. Nem is jut eszembe, mindjárt mutatom. Nem is remélem meg tudom mutatni, amint oda viszem az ekeret. Mondom, akkor a kutató masinához kell mennem. Valószínűleg ezzel együtt. Nem itt van. A fene. Mindegy, az a lényeg, hogy abból tudok csinálni egy ilyen... Ott volt! Na, azt adta. Ezt adja, ezt a turbinát. Turbinát adja, és akkor a...